Tisztelettel köszöntöm kedves vendégeinket. Örülök, hogy ennyien megjelentek ezen a jeles napon. Ugyanis ma ugye óvodás bál is lesz, és arra igen sokan fognak megjelenni. Ezért is különös öröm, hogy megtiszteltek minket. Egy egészen más témával kezdeném, amely egyben azért kapcsolódik is meglehetősen a mi rendezvényünkhöz. Ugyanis a mai nap a pont nyilvánította a kommunizmus áldozatainak emléknapjává a Magyarországgyűlés 2000-ben. 1947-ben a Független Kisgazdapárt főtitkárát, Kovács Bélát ezen a napon hurcolta el a szovjet hatóság, és 8 évig tartotta a Szovjetunióban, a gulág fogságában, vagy utána pedig börtönben. Hát ezzel kezdődött tulajdonképpen a megfélemlítés és a kommunisták, hát azt lehet mondani, hogy egyre nyíltabb nyomulása a hatalom felé, amelyet ugye jól tudjuk, meg is szereztek, és hát ennek a áldozatai vagyunk mi is. És hát itt is fognak látni majd olyan plakátokat, amely ebben az időszakban készültek. Rátérve a kiállításra, a közepébe vágnék, és egy általános bemutatással kezdeném a plakátokkal kapcsolatban. Nem kell megijedni, egészen rövid lesz az áttekintés. Először is a művészeti lexikonnak idézném a szócikkét, hogy mi is a plakát. Képes ábrázolással és szöveggel ellátott, nyomdai úton sokszorosított falragasz, az alkalmazott grafikai művészet egyik műfaja. A plakát célja, hogy szuggesztív művészi eszközeivel felhívja a figyelmet a propagált árura, szellemi termékre, eseményre vagy politikai eszmére, és ezeket a maga sajátos eszközeivel, tömör közlésmódjával népszerűsítse. A plakátokat csoportosítani lehet felhasználási terület szerint. Ez szerint vannak kereskedelmi, kulturális és politikai plakátok. Típusai szerint lehet figurális betűplakát és szövege ellátott figurális plakát. A feladata szerint pedig következőt mondhatjuk, hogy a fő feladata a plakátnak, hogy felkelteni a befogadó figyelmét, megértetni vele a plakát mondandóját és meggyőzni róla. A plakát a vizuális kommunikáció egyik eszköze, azonban nem csak követi, de meg is határozza, sőt, létre is hozza a divatot. És most egy kis plakát történetet mondanék el. Ugye szoktuk mondani, hogy már az ókorban is, természetesen Pompejben is találtak plakátokat, politikai plakátokat, vagy valamilyen rendezvényre szóló korabeli falfirkákat. Ezeket is tekinthetjük a plakát ősének. A középkorban cégérek, feliratos utcatáblák mind a üzleti versengés eszközei voltak. De tekinthetjük plakátnak Luther Mártonnak a, ugye idén van éppen 500 éve a reformáció kezdetének, és hát tekinthetjük Luther Márton a 95 pontos téziseit, amelyet a wittenbergi várkápolna kapujára szögezett ki, szintén tekinthetjük plakátnak. Európában az első plakátok a 17. század során Angliában jelentek meg, természetesen, mint oly sok minden. Úgy ez is Angliában.
ugye hát ez gondolható, hogy az ottani gazdasági fejlődés, ipari forradalomnak a eredménye. De a 18. századra a Nyugat-Európában már teljesen elterjedt volt a francia forradalom idején is nagy volt a jelentősége. És majd valamikor az első világháború alatt és után kap új lendületet, és tart máig is. Ugye hát újabb kommunikációs eszközök léptek be a csatatérbe, a elektronikus kommunikáció típusok, tévé, rádió, internet, ugye ez egy kicsit változtat a magának plakátnak a szerepén is. A magyar plakát történetet is nagyon röviden dióhéjban szeretném összefoglalni. Hát Magyarországon ugye a 19. század közepétől indul be egy olyan pezsgés, gazdasági, társadalmi, politikai pezsgés is, amely létrehozza a magyar plakátot. És valamikor majd ugye a nagyszerű kiegyezés korában indul el az igazi fejlődése, és teljesedik ki. Nyilvánvaló, itt is, mint mindenhol máshol, a politikai, gazdasági történések különösen ösztönzőleg hathatnak, vagy éppen ellenkezőleg csökkenthetik a plakátnak a szerepét. Az első világháború, vagyis inkább, igen, bocsánat, a millenniumban egy különös plakátlázban égett Magyarország, ugyanis akkor a ezredéves évfordulóra történelmi plakátokat, vagy történelmi témájú plakátokat jelentettek meg, nagyon sokat, és hát majd a századforduló folyamán a szecesszió stílusirányzata Magyarországon is megjelenik, és így a magyar plakátokon is megjelenik. Említhetném Riprónai József vagy Vaszori János nevét. Az első világháború közelettével és a forradalmi mozgalmak megerősödésével következtében különösen nagy szerepet kapott a plakát. A proletár diktatúra idején pedig egyenesen a rendszernek a szócsövei váltak a plakátművészek. A 20-as években egy meglehetősen visszaesett, ugye mindenféle veszteségek érték az országot a trianoni békekötéssel, és ugye gazdasági veszteségek is érték az országot, ezért a magyar plakátművészet eléggé a mély pontra került. Majd a 30-as években, amikor kezdte összeszedni magát az ország, mindenféle tekintetben, akkor egy újabb fejlődés állapítatunk meg. A 45 után pedig 45 és 48 között a gazdaság és az ország romokban hevert, a művészek megrendelői pedig ekkora politikai pártok, legfőképpen a kommunista és a szociáldemokrata párt. És majd itt is látunk majd számtalan olyan plakátot abból a korból. A 49-55 között a szociál időszaka divott norma a szovjet művészet volt. 60-os évektől a popkultúra megjelenésével és a művészetben a popártnak a megjelenésével a kulturális plakátok a virágkorukat érték, és a 70-es, 80-as években plakátjai pedig a száraz, szintelen és ötlettelen nyugati stílussal szemben nálunk a sziporkázóan humoros és ötletes plakátok születtek. És hát jött a rendszerváltás, és a rendszerváltás után egy újabb lendületet kapott a gazdasági nyitással és politikai nyitással a plakátművészet területén új
területek nyíltak, és akkor szeretnék magáról a kiállításról is mondani egy pár gondolatot. A keletkezésének a körülményeiről, hogy mi nekünk itt a múzeumban örököltünk számtalan plakátot, amelyek különböző hagyatékokból kerültek ide, orvosok hagyatékaiból, és hát felmerült az az ötlet, hogy ezekkel lehetne valamit kezdeni. És itt a munkatársaim említették, hogy hát lehetne esetleg egy kiállítást csinálni ezekből is. Jó, úgy gondoltam, hogy ez egészen jó ötlet, de a plakátok témájukat tekintve eléggé egysíkúak voltak, és ehhez ezt ki kellett bővíteni, és beindult egy gyűjtés. Igyekeztünk minél több embert Kecselit megkérdezni, hogy tudná-e segíteni ebben, hogy egy minél szélesebb kiállítást hozzunk létre. És ez annyira sikerült, hogy végül is meg tudtuk rendezni ezt a kiállítást. A címéről annyit mondanék, hogy nekem ugyan már nem voltam annyira gyerek, amikor láttam a Kemény kalap és Krupli orr című filmet, Csukás István írásával készült filmet, de nekem valahogy megmaradt az emlékezetembe, a plakát ragasztó ember mindig azt mondta, hogy ő az utca hírmondója, és ennél frappánsabb címet nem is találhattunk volna. Az alcíme pedig, hogy plakátok a 20. századi történetéhez. Nyilvánvaló, ha egy plakátokból összeállítunk egy sorozatot, vagy valamilyen kiállítás, abból is lehet történetet fűzni. Meg lehet ragadni a múltnak egy szeletét. És hát ezek a plakátok, azt hiszem, hogy és ezek a keceli plakátok, ezzel talán Kecelnek a elmúlt évtizedeit is tudjuk tükröztetni. Milyen típusú plakátokat láthatunk itt, mint az elején, ahogy felsoroltam, hogy hogyan lehet a plakátokat osztályozni. Hát betűplakátokkal is szöveggel ellátott figurális plakátokkal találkozunk itt elsősorban. Én figurális plakátot itt nem találkoztam. És hát minden kereskedelmi és kulturális és politikai plakátokkal. Politikaiak főleg elsősorban a 45 utáni időszakból találkozunk, vagy találhatunk. Kulturális plakátokkal, egy-két kereskedelmi plakát is van, és kulturális plakátokkal pedig hát az nagyon érdekes, amit a mi plakátunkkal is használtunk. Képet ez a plakát az, amely azt hiszem a legjobban megragadja a figyelő tekintetét, és számomra a legkedvesebb plakát, ugyanis hát ez kézzel rajzolt, tehát nem nyomtatott plakátról van szó, és azt hiszem, hogy a Kecel múltjának egy ékes bizonyítéka. De ha megnézzük, hogy mondjuk a Kecel kulturális élete van, amikor 50-es, 60-as években milyen lehetett, akkor is valamilyen képet kapunk azáltal, ha megnézzük ezeket, hogy milyen színházi előadások voltak, vagy éppen mondjuk az 57-es évben milyen volt a Keceli mozi műsora. Ezek számunkra szerintem nagyon, nagyon érdekesek. Nagyon köszönöm a figyelmüket,
Kérem, tekintsék meg a kiállítást, és szeretettel várunk mindenkit egy kis egy pohár borral, vagy pattogatott kukoricára. Köszönöm. Szeretni bolondulásig, de finom lenne, csak az a másik észrevenne, s benne lenne. Tudom, ha egyszer átölel, utána úgysem engedel, magasba repülni volna jó valakivel. Szeretni bolondulásig, elolvadásig, elég, ha csókol márciustól februárig. Fantáziám kalandozó, te vagy talán a nekem való, valakit bolondulásig szeretni volna jó. Megint egy új kis dal a szerelemről, megint egy új kis dal, és megint erről. Ez a kis tolvaj dallam ide lopózik halkan, s elcseli még a csepp maradék nyugalmam. Szeretni bolondulási, de finom lenne, csak az a másik észrevenne, s benne lenne. Tudom, ha egyszer átölel, utána úgysem engedel, magasba repülni volna jó valakivel. Szeretni bolondulásig, elolvadásig, elég, ha csókol márciustól februárig. Fantáziám kalandozó, te vagy talán a nekem való, valakit bolondulásig szeretni volna jó. Valakit bolondulásig szeretni, jaj de jó.
politikusnak smoking a kabátja, és nincs egy igaz jó barát.